Good afternoon. Szép jó napot mindenkinek. Welcome. Isten hozott benneteket. Isn't it great to be here today? Nem nagyszerű itt lenni ma. How many of you love your church? Hányan szeretitek a gyülekezeteteket? How many of you love Jesus? Hányan szeretitek Jézust? You love Jesus, you love the church, right? Szereted Jézus, szereted a gyülekezetet. This is a special service, isn't it? Ez egy különleges istentisztelet, nem? We're celebrating 26 years. 26 évet ünneplünk. Of an established church. A gyülekezetünk megalapítása óta. More years. Yes. És aztán még több év. We've had more years of an impact, but 26 as a church. Igazából még régebb óta van hatásunk. De 26 éve van a gyülekezet. Doesn't matter what the government says or not, we're a church. Persze nem számít, hogy mit mond a kormány, attól még gyülekezet vagyunk. This is the work of God. Ez Isten munkája. Have you been touched by this ministry? Megérintett ez a szolgálat benneteket? I think that's why you're here. Azt gondolom, ezért vagytok itt. Yeah. This is an amazing day. Csodálatos nap. We have visitors that are here that came from different places also. Különböző helyekről érkeztek. Pastor Borci came here from Fejér. Pastor Csaba is here. Pastor Csaba is somewhere. Itt van valahol. Pastor Csaba is here. Yeah. Sorry, that was my spin move. Did you see that? Láttátok, micsoda forgást? Bonyolítottam itt le. I'm a little dizzy right now. Kicsit most elszédültem, úgyhogy. Okay. Na jó. All right, we would like to take a moment and welcome our guests. Szeretnénk most üdvözölni a vendégeinket. So if this is your first time at a Bible Speaks Church service, ma van itt velünk először egy bibliaszólós istentiszteleten. You picked a great and special service to be a part of. Egy nagyszerű és különleges istentiszteletnek a része lesz. Could you raise your hand or kérjük, boldly stand up and we'd like to welcome you. Akár bátran álljon is fel, hogy tudjuk köszönteni. We'll also give you a gift. Szeretnénk egy kis ajándékot is adni. Is there anyone? Van-e itt bárki ma? Just boldly stand right up. Kérjük, hogy legyen bátor, és álljon fel egy pillanatra. Okay, unless I'm blind. Ha csak nem vak vagyok, we have no guests here, akkor nincsenek látogatóink most. I'm shocked. Ez megdöbbentő. Okay. All right, so on this special occasion, ezen a különleges alkalommal, we want to hear a couple testimonies from people who have been in this church for a long time. Hallani pár bizonyságot olyan emberektől, akik régóta itt vannak a gyülekezetben. This church is like this church is filled with amazing people. Gyülekezet tele van gyönyörűséges emberekkel, nagyszerű emberekkel. I think we could all share like amazing testimonies. És azt gondolom, hogy valamennyünknek csodálatos bizonyságunk van. But God has chosen these two ladies to share a testimony. De Isten most ezt a két hölgyet választotta ki arra, hogy megosszák a bizonyságukat. So we're going to hear a testimony from Dulo Judit, and after her from Lovas Aniko. So, Judit. Sziasztok! Hi. Amikor erre az elmúlt 25-26 évre gondolok itt a gyülekezetben, when I think back of this past 25-26 years here in the church, akkor igazából két történet jut eszembe. Then I'm reminded of two stories. Két olyan esemény, ami teljesen nagy hatással volt az életemben. Two events that had great influence on my life. Az egyik 1990 nyarán történt. One took place in the summer of 1990. Amikor a belvárosban sétáltam és láttam egy pantomim előadást. And I was walking around in the inner city and I saw a mime. És ez nagyon megérintett engem. Which really touched me. Akkor odajött hozzám egy férfi, aki angolul beszélt. And a man who spoke English came up to me. És mesélt nekem egy olyan Istenről, akivel minden lehetséges. And told me about a God with whom everything is possible. Aztán azt mondta, hogy az ő neve Pastor Love. Then he said his name is Pastor Love. Ezt akkor nagyon mulatságosnak találtam, és úgy gondoltam, hogy na hát ez nagyon fura, hogy az amerikaiak ilyen jópofák. At a time I thought this was really funny and I thought it's great that Americans are so. Hogy egymásnak ilyen neveket adnak az egyházba, hogy Pastor Love, Pastor Joy, Pastor Long Suffering. But in the church they give these nicknames to each other, like Pastor Love, Pastor Joy, Pastor Long Suffering. Tényleg ezt gondoltam és gondolkoztam is, hogy hát ezt mindenki kaphatja, vagy csak a pásztorok. This is what I really thought and I was also considering like could everyone get a name like that or is it only
only for the pastors. Na mindegy, a lényeg, hogy elkezdtem gyülekezetbe járni, akkor még elég kicsi volt a gyülekezet. Anyways, I started to come to church, and the church used to be really small at that time. Olyan 15-20 fő, és ennek a fele is misszionárius. 15-20 people, and half of them were missionaries. Akkor pedig jött egy másik pásztor, akinek elég mezei neve volt. And then another pastor came with a quite common name. Pastor Scheller volt az. Pastor Scheller. És a következő történetem hozzá kapcsolódik. And my next story is concerning him. Mert már egy ideje itt volt és prédikált, kezdtem is érteni az üzeneteit. He had been here for a while, and I started to understand his messages. De nem mertem soha oda menni és beszélni vele. But I never dared to go up to him and talk to him. Amíg egyik nap megjelent a munkahelyemen, ott állt előttem. Until one day he suddenly appeared at my workplace. He was there standing in front of me. Nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek. I didn't really know what that was. Bőröndök voltak nála. Cry or laugh. And he had suitcases with him. És gondoltam, hogy na hát ennyi neki, ennyi volt, Magyarország megy haza. So I thought, okay, that's it for him and Hungary, now he's leaving for home. De elmondta, hogy csak a családja hiányzik nagyon, hazalátogat, és már alig várja, hogy visszajöjjön. And he said, no, it's actually, he really misses his family, so he's going to go home and visit them, but then he can hardly wait to come back. Viszont megtudta, hogy hol dolgozom, és el akart jönni, hogy elmondja, hogy mennyire örül, hogy járok a gyülekezetbe. Well, he got to know where I worked, so he wanted to come and tell me how happy he was that I'm coming out to church. Ez engem akkor nagyon megérintett, és nagyon meghatározta a gyülekezet bejárásomat a későbbiekben. And it really touched me at that point, and it was really influential in my coming to church afterwards. És hát ugye azt mondják, hogy amilyen a pásztor, olyan a nyáj. And they say, biztos nektek is vannak ilyen történeteitek. I'm sure you also have stories. Nagyon like sok, that. Mert én azóta is ezt látom itt a gyülekezetben, hogy az emberek szolgálnak szeretetben, bátorítják egymást. Because ever since this is what I've been observing here in the church, that people are serving in love and encouraging each other. És különösen a pásztoraink, úgy mint Pastor Love, Pastor Scheller. Especially our pastors, just like Pastor Love and Pastor Scheller. Pastor Dulo. Pastor Destroyer. No, almost. Igen, tehát ez a gyülekezet számomra azóta is az épülésnek és a növekedésnek a helye. No, and this church has been for me the place of edification and growth. És már régeség rájöttem arra, hogy amit Pastor Love akkor nekem mesélt egy olyan Istenről, akivel minden lehetséges, az mindig az. And long time ago I had realized that what Pastor Love had told me about a God with whom everything is possible was really true. Sőt, ő tényleg sokkal többet és jobbat is tud adni annál, mint ahogy ezt kérhetnénk tőle. And that he is able to give us much more and things much better than what we could ask for. Én itt például a gyülekezetben nagyon meg lettem áldva nekem. Nekem itt lettek barátaim, itt lett munkahelyem, itt lett családom. I've really been blessed here in the church. This is the place where I got friends, workplace and family. És aztán, amikor később kimentem Amerikába, akkor még azt is megtudtam, hogy nincsenek ilyen neveik ott sem a pásztoroknak, csak neki. And later, when I visited America, I also realized that not all pastors have these kinds of names. Nem aggatnak ilyen titulusokat egymásra. They are not calling each other by these nicknames. De nem vagyok csalódott. But I'm not disappointed. Mert amikor itt vagyok és veletek vagyok, whenever I'm here and I'm with you, akkor én azt hiszem, hogy ez nekünk mind megvan. Then I believe we have all these. Mert amikor rátok nézek, akkor én látom a szeretetet, because az örömöt. When I look at you, then I see love and joy. És ez a gyülekezetünk, ezek vagytok ti. And this is our church, this is who you és are. És én örülök, hogy ide tartozom. And I'm really happy to belong here. Hello. Okay. Hi, everyone. Sziasztok. Jó estét kívánok mindenkinek. Ez itt, ez nagyszerű itt lenni. Everyone, it's great to veletek. Be here with you. Itt Magyarországon. Here in Hungary. Szeretnék nagyon,
Nagyon szeretnék beszélni magyarul, predikálni magyarul. I would really like to preach in Hungarian, but de sajnos unfortunately az rossz üzenet lesz szerintem. Akkor, that would be a bad message in my opinion. Angolul fogok so beszélni. I'd rather talk English. És akkor kell egy jó tolmács. And then we need it van Gyöngyi. Translator, and Yenny's here next to me, and so I'm going to talk English now, speak English. So this is an anniversary, tehát ez egy évforduló. And it's really great to be with everybody tonight. Nagyszerű itt lenni veletek. Some have been here for more than two decades. Vannak itt köztetek, akik már több mint két évtizede itt vannak. And some maybe have been here very short time. Mások meg lehet, hogy nagyon rövid ideje. How many have been here for less than one year? Hányan jöttetek az elmúlt egy évben? Tehát még nem vagytok itt egy éve. One. Awesome. Yeah. Nagyszerű. And how many have been here for more than? Hányan vagytok itt more than 20 years? 20 éve. Wow. Okay. And okay. Everybody else is in between. Mindenki más meg a kettő között. You know, I remember the story of how this church began. És emlékszem a gyülekezet kezdetére, a történetre. And you know, we had been praying, many believers in the world had been praying for the fall of the Iron Curtain. Világszerte sok hívő imádkozott a vasfüggöny leomlásáért. And it happened, you know, one country at a time. És ugye ez országról országra történt. And finally, I believe it was in 1989 that it finally happened here in Hungary. Itt Magyarországon is megtörtént. And you know, we had a conference up at the Hilton. És a Hiltonban volt egy konferenciánk ott a várban. It was the European conference. Az volt az európai konferenciánk. And we had it in 1989. And we did an open air evangelism. I think it was in Margaret Island. Anybody remember? És aztán evangelizáltunk kint. Szabadban, és azt hiszem talán a Margit szigeten volt. And it was such an amazing declaration of the freedom of the gospel to be in Hungary. Olyan csodálatos volt hirdetni, hogy most már szabadon beszélhetünk az evangéliumról itt Magyarországon. But I remember two of Greater Grace's perhaps most amazing missionaries, Pastor Schaller and Pastor Matti. De emlékszem, a Greater Grace két talán legnagyszerűbb missionáris, a Pastor Schaller és Pastor Matti. They were sitting in a Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts-ban üldögéltek. You know, just thinking about what had happened in Hungary. Csak arról, hogy mi is történt Magyarországon. And they began writing on a napkin. És egy szalvétára kezdtek írogatni. Like about coming to Hungary. Hogyan jöhetnének Magyarországra? Mikor történhetne meg? Hogyan történhetne? And I think about the power of those thoughts. És ezeknek a gondolatoknak az erejére gondolok most. Because that's really why Greater Grace is in Hungary. Mert igazán ezért van itt a Greater Grace Magyarországon. It's actually why the gospel is in the world. És ezért terjed az evangélium a világban. It's because of thinking. A gondolkodás miatt. Thinking is the source of everything that happens. A gondolkodás a forrása mindennek, ami történik. Divine as well as demonic. Az Istenének és a démoninak is. But you know, it's the word of God says that Jesus in John 1:1 is the expression of God's thoughts. De Isten igéje azt mondja János 1:1-ben, hogy Jézus Isten gondolatainak a kifejezése. And in Psalm 19:1-2 it says that the universe and all of his creation is also an expression. És a 19. Zsoltár arról beszél, hogy a világegyetem és az egész teremtett világ szintén Isten gondolatainak a kifejeződése. It speaks something about God. Mond valamit nekünk Istenről. But it's not God. De ez nem Isten. But Jesus Christ came and he is actually God. Szóval Jézus Krisztus eljött, és ő maga Isten. If you want to know what God is thinking about humility, hogyha szeretnéd tudni, hogy mit gondol Isten az alázatról, Jesus said, learn about me, you'll find out. Jézus azt mondta, hogy tanulj tőlem, és megtudod. If you want to see God, hogyha látni szeretnéd Isten, Jesus said, you've seen him if you've seen me. Jézus azt mondta, hogy láttad őt, hogyha ha Jézust láttad. Jesus was the expression of God's thoughts. Jézus volt Isten gondolatainak a kifejeződése. And then in John 1:14 it says that this expression became flesh. Aztán János 1:14-ben azt olvassuk, hogy ez a kifejeződés, ez testé lett, és itt lakozott közöttünk.
So thinking is so important. És a gondolkodás az nagyon fontos. And if we think about Jesus Christ's life, és hogyha Jézus Krisztus életére gondolunk, he had this amazing thought in Matthew 16:18. Máté 16:18-ban egy csodálatos gondolata. He said, "Thou art Peter." Azt mondta, hogy te vagy Péter. And upon this rock I will build my church. És erre a kősziklára építem fel az én egyházamat. It's amazing five words there. Bámulatos egy szó angolul. We'll see if it's in Hungarian. I will build my church. Majdnem öt magyarul is. Építem fel a házamat. Négy. Four. Amazing four words in Hungarian. Csodálatos négy szó. But the thoughts were powerful. Hatalmasak voltak. Because Jesus had something in his mind. Mert Jézus gondolt valamire. That no one had ever understood before in the history of mankind. Amit az emberiség történelme során még senki sem értett meg korábban. My wife was telling me about a Spanish architect. Feleségem mesélt nekem egy spanyol építészről. His name is Antoni Gaudí. Antoni Gaudíról. And he designed this cathedral. És ő tervezett egy hatalmas nagy katedrálist. And actually Gaudí is an adjective. Székesegyházat, és angolban ez a szó, ez az ő neve az egy melléknév. It means a little bit too much. És azt jelenti, hogy kicsit túl sok van valamiből. You know, if a woman is a little bit overdressed. Hogyha egy hölgy például kicsit túl van öltözve. It's a little bit gaudy. Akkor ő egy kicsit ilyen túl sok. Anyway, he designed a cathedral. Ő tervezett egy székesegyház. And I think it began to be built in 1892. 1892-ben kezdték építeni. It stopped for a while for a revolution. Aztán a forradalom miatt egy ideig megakadt. Started again in the 1950s. Az 1950-es években újraindult az építkezés, és még mindig most is ebben a pillanatban is építik. And you can visit that. És meglátogathatod azt a székesegyházatot Spanyolországban. It's the most magnificent architectural art in the history of mankind. Az a legpompásabb építészeti remek az emberiség történelme folyamán. They expect it to be finished in 2026. És úgy remélik, hogy 2026-ban fogják befejezni az építkezést. But think about this. De gondoljunk bele ebbe, egy nagyobb építész was Jesus Christ. Volt Jézus Krisztus. And he designed the church. És ő tervezett egy gyülekezetet. And this church is not an earthly church. Ez nem egy földi. It is a heavenly church. Ez, hanem egy mennyei. And he said, I'm going to build it. És azt mondta, én fogom felépíteni. And you can imagine, well, really, Lord, what's the plan? És Uram, de mi a terv? Oh, it's beyond. Hát I can't explain it to you. El sem tudom magyarázni nektek. It's going to take over 2,000 years to build. Több mint 2000 év kell ahhoz, hogy felépüljön. It's going to be built in, from every nation. I'm going to get material from every nation on the planet. Szerzek hozzá anyagot minden egyes népből szerte a világról. But Lord, where's the plan? De Uram, de hol van a terv? I'm going to give you some principles called the New Testament. Adok nektek elveket, az új szövetséget. They're going to fit into the plan. Amik beleillenek a tervbe. And then I'm going to lead men and women of God. És aztán pedig vezetem Isten embereit, férfiakat. Minden elképzelhető módon. I will lead them by visions. Vezetem őket látások által. Üldöztetés által. I will have men grab my apostles and bring them somewhere because they're afraid that they'll be killed. Lesz, hogy emberek megragadják a kezükkel az én apostolaimat és elviszik őket valahova, mert félnek, hogy megölik őket. Az én embereim hirdetni fogják az evangéliumot a börtönökben. Az én embereim elveszítik az életüket is azért, mert hirdetik az evangéliumot. This church is going to be built by the Holy Spirit. Ezt a gyülekezetet, ezt a templomot a Szent Szellem építi. Through the people of God. Isten népe által. Through their az ő gondolkodásuk által. People like you and me. Olyan emberek által, mint te meg én. Our thinking. A mi gondolkodásunk you know, there által. Was a, so there was a thought, what do you say? Let's go to Hungary. Volt ez a gondolat, hogy mi lenne, hogyha elmennénk Magyarországra? Két ember. Those two men came. Ez a két ember eljött ide. When I came in 1991. Amikor én 91-ben utánuk jöttem. The team had grown to 15. Addigra a csapat már 15 emberből állt. 2 years later the team was 68. Két évvel később 68 emberből állt a csapat. Itt Magyarországon, akik prédikálták az evangéliumot. Csak forrongott az egész. Forrongott. There was evangelism going on everywhere. Mindenhol evangelizáltunk. And the thoughts of God began turning in the hearts of people. És Isten gondolatait elkezdték forgatni az emberek a szívükben. Pastor Reland arra gondolt. We could do an outreach in Debrecen in the summer.
Evangelizálhatnánk egy nyáron Debrecenben. Let's go to Veszprém and do a concert. Hogy menjünk el Veszprémbe, csináljunk egy koncertet. Let's start a mime troupe. Hogy kezdjünk egy pantomim csapatot. Let's do a Christmas play. Hogy csináljunk egy karácsonyi színdarabot. Let's have a counseling hotline. Vagy legyen egy segélyvonalunk, egy tanácsadó vonalunk. Különböző emberek különböző ötletekkel álltak elő. És ezek az ötletek megvalósultak. It's amazing. Ez bámulatos. Pastor Thierry Labar. You know, we needed a school for our children. Szükségünk volt egy iskolára a gyerekeink számára. So we thought we would úgyhogy arra gondoltunk, hogy akkor elkezdünk egy kis iskolát. And then Pastor Thierry had és aztán Pastor Thierry-nek támadt az ötlete. De mi lenne, hogyha mások is jöhetnének, olyan gyerekek is, akik nem hívő családból valók, és ők is jöhetnének az iskolánkba. Úgyhogy ez történt. 15 of our children. 15 gyerekünk. 30 other students. Meg 30 másik diák jött az első évben. Aztán 105. Aztán 145. Aztán 195. GGIS was born. És megszületett a GGIS. How did it happen? Hogyan történt ez? Somebody just had an idea. Valakinek támadt egy ötlete. I don't think he was awoken at night by an angel. Nem hiszem, hogy egy angyal ébresztette fel azon az éjszakán. There was no vision. Semmi látása nem volt. While he was sleeping, he didn't fall into a trance. Miközben aludt, meg transzba sem esett. I don't think. Nem hiszem. I mean, it has happened though. Úgy értem, történtek azért but, ilyen dolgok. But I don't think that happened with Pastor Chiri. Nem hiszem, hogy Pastor Chirivel ez történt. Egyszerűen csak támadt egy ötlete. And the idea és az ötlet was real. Megvalósult. It's true that the things that are seen are made of things that are not seen. Igaz, hogy a látható dolgok a láthatatlanokból állnak elő. Because thoughts don't weigh anything. Mert a gondolatoknak nincsen semmi súlya. Thoughts just happen. Gondolatok csak úgy megtörténnek. And you know, the more that we walk with God, és minél inkább járunk Istennel, the more our thoughts become creative. A gondolataink annál kreatívabbak lesznek. Your thoughts are not nothing. A gondolataid nem semmik, they are something. Hanem valamik. Pay attention. Úgyhogy figyelj God oda. Could be speaking. Lehet, hogy Isten szól. That desire for a child's ministry, that desire for your neighbor. Beindíts a gyerek szolgálatot, vagy ez a vágy, amit a szomszédoddal kapcsolatban érzel. That care for someone in need. Vagy hogy törődsz valakivel, aki szükségben van. It might not just be your thought. Lehet, hogy nem csak a te ötleted. Lehet, hogy Isten az, az övé. He has no one but us. Nincsen senki mása, csak mi. Who else does he have? Great people? Még kiket használhat? Kik állnak rendelkezésére? Nagy emberek? Ismerek nagy embereket. It's just us. De ez csak mi vagyunk. Yeah, it's amazing that greater grace is in Hungary. Tényleg nagyszerű, hogy a greater grace itt van Magyarországon. It's a miracle. Ez egy csoda. Because it's this combination. Mert ez egy ilyen kis kombináció. Between a man and a woman of God. Istennek egy embere, walking with God, amint Istennel jár, and seeing things that do not exist yet, és meglát olyan dolgokat, amik még nem léteznek, except in an imagination, csak a képzeletében, a thought, egy gondolat. Don't ever be afraid to think with God. Soha ne félj Istennel gondolkodni. Don't ever be afraid to think of the impossible. Soha ne félj a lehetetlenre gondolni. Because with God nothing is impossible. Mert Istennel semmi sem lehetetlen. God's will always will have God's way. Isten akarata mellett mindig ott lesz Isten megoldása, módja. A pénz nem jelent problémát. Strength is no problem. Az erő sem jelent problémát. Courage is no problem. A bátorság sem. Yes. Igen. This is amazing. Ez csodálatos. And you think about God. És hogyha Istenre gondolsz. In the predetermined counsels. Amint az ő tanácsában még a világ megalapítása imagine. Előtt, csak így elképzelte. We're going to create man in our image. Megteremtjük az embert a saját képünkre. And man will fall. És az ember el fog bukni. And he will fall. És el fog bukni. Because of the devil. Az ördög miatt. Because the devil fell. Mert az ördög is elbukott. But here's our idea. De itt van a mi ötletünk. We're going to pay for the sins of the whole world. Megfizetünk az egész világ bűneiért. I'm going to go. Megyek. Send my son. Elküldöm a fiamat. On a mission. Egy küldetéssel. And he will die on a bloody cross. És meg fog halni egy véres and kereszten. At that moment, és abban a pillanatban. Love will be expressed on the earth in a way that's never been expressed before. Úgy kifejezzük a szeretetet ezen a földön, ahogy még soha nem volt kifejezve. And then there's going to be
a birth. És aztán meg fog születni. Of the church. A gyülekezet. Made up of human beings, not stones. Mi emberi lényekből áll, nem kövekből, nem élő kövekből. People. Emberekből. And two things are going to do. És két dolgot fogunk tenni. One, they're going to love each other. Fognak tenni. Az egyik az, hogy szeretik egymást. And two, they're going to love the lost and win them. A másik pedig, hogy szeretik és megnyerik az elveszetteket. And upon those things. És ezeken a dolgokon. This church will grow and grow and grow and grow. Megalapozva fog növekedni és növekedni és növekedni. And it's not just greater grace, we know that. És tudjuk, hogy nem csak a greater grace. There's great ministries all over the world. Vannak nagyszerű szolgálatok mindenfelé a világon, Isten emberei, akik lehetetlen gondolatokat gondolnak. That are going places where their parents say you shouldn't go there. Akik olyan helyekre mennek, amiről a szüleik azt mondanák, hogy oda aztán nem szabad menned. There's malaria in that country. Malária van abban az országban. There's persecution in that country. Vagy abban az országban üldözik a keresztényeket. You don't have the money. Vagy nincsen rá pénzed. You don't have the strength. Nincs rá erőd. But God has put a thought in your mind. De Isten adott egy gondolatot az elmédbe. And saying, "Come on, let's walk together." És azt mondta, gyerünk, menjünk együtt. Let's walk together. Menjünk együtt. And voila. És íme. Here we are. Itt vagyunk. 2016-ban. By God's grace. Isten kegyelmében. Waiting for the construction to be complete. Várjuk, hogy az építkezés befejeződjön. And I wonder whose temple will be finished first. És azon tűnődöm, hogy kinek a temploma készül el előtt. Jesus church. Jézusé. Or God's church. Vagy Godié. Godié. It's a very good question. Jó kérdés. So let's pray together. Imádkozzunk együtt. Father, thank you that Atyán, köszönjük neked. Revealed your thoughts. Hogy kijelentetted a te gondolataidat. You are the great artist. Hogy te vagy a nagy művész. So creative. Annyira kreatív. Yes, Lord, so alive. Igen, Urunk, és annyira élő. Thank you, Lord, that you live in your church. Köszönjük, Urunk, hogy a te gyülekezetedben élsz. In the hearts and minds of people. Emberek szívében és elméjében. As they walk with you. Amint veled járnak. Learn about you. Rólad tanulnak. And then get a vision. És aztán kapnak egy látást, egy gondolatot. A fleeting thought. Én csak ott ilyen kósza gondolatot, valamit, ami különleges. Valamit, aminek isteni jellemzője van. Ami lehetetlennek hangzik. Seems like somebody else should do it. Úgy tűnik, hogy valaki másnak kéne megtennie. But Lord, maybe, de Urunk, lehet. Maybe, lehet. This is your will. Hogy ez a te akaratod. Maybe we could go. Lehet, hogy mehetnénk. Maybe they could be one. Lehet, hogy megnyerhetnénk őket. Yes, Lord. Igen, Urunk. Thank you for this miracle. Köszönjük ezt a csodát. The church universal. Az egyetemes egyházat. You are building your church. Te építed a te egyházadat. And no one knows how. És senki sem tudja, hogy hogyan. It happens every day. Nap mint nap történik. It happens in so many ways. És olyan sokféle módon the történik. The forces that act on people. Mindenféle erők, amik hatnak az emberekre. Who have the gospel in their hearts. Akiknek a szívében ott van az evangélium. And we will praise you forever. És örökre dicsérni fogunk téged. To your glory. Te dicsőségedre. Through the church. Az egyházon át. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. Hey, God bless you. Isten áldjon benneteket. Szervusztok még egyszer. Hogy vagytok? Again, how are you? Jól vagytok? How are you? Sokan betegek, imádkozzatok értük. Many people are sick. Please pray for them. Sokan eljöttetek betegen. Many of you came being sick. Köszönjük, hogy eljöttetek. Thank you for coming. Ha közel próbálunk menni, kérlek kiabáljátok, hogy tisztátalan. But if we try to come near you, please start yelling unclean, unclean. Okay, hogy tudjuk, hogy elkerüljük titeket. Try to avoid you. De nem bántuk, hogy idejött, nem? Nagyszerű alkalmunk volt, really, tényleg. Nagyszerű bizonyságok és nagyszerű üzenetet hallottunk, tényleg. És csak még egy rövid gondolat. Hogy vagytok? Akartok egy kicsit felállni, futkosni? Kérlek, álljatok fel. Oké. Ha gondolod, futkoshatsz egy kicsit, ha nem, akkor csak valakit üdvözölj. If you would like to, then just run around. If not, then just greet someone.
Okay. Köszönöm, foglaljatok helyet. Thank you, please take your seat. I would like to preach in English. Szeretnék angolul prédikálni. But I don't have a good excuse. De nincsen jó kifogásom. So I'm going to preach in Hungarian. Úgyhogy magyarul fogok. Én nem mondhatom el, amit Pastor Brian, hogy nem tudok. I can't say what Pastor Brian said, that I don't speak Hungarian. Ahogy erre az elmúlt 26 évre gondolunk. But as we think back of this past 26 years. Sok emlék jut eszünkbe. A lot of memories come up. Arcok. Faces. Pastor Matti, tényleg. Pastor Matti, Frank. Really? Frank. Még fiatal korából. When he used to be young. Ugyanígy nézett ki. He looked the same. Malatinsky Viki. Malatinsky Viki. Hadnagy Éva, Pastor Rieland. Pastor Rieland, Carol. Egrimi. Egrimi. Pastor Borci, amikor még csak beköltözött a Bibliaiskola, felköltözött Bibliaiskolába. When he just moved to Budapest to start Bible school. És sok-sok ember még. And a lot of other people. Sokan, akik már nincsenek itt. Many who are not with us csak annyira hálásunk vagyunk az időért, amit Isten adott nekünk együtt. És aztán gondolunk and eseményekre. We think of events. A karácsonyi előadásra a bazilikánál. Christmas play at Basilica. A bölcsnek felöltözött lovas rendőrökkel, és a szamár az állatkertből. Policemen dressed up as wise men, and then the donkey from the zoo. És csak elképesztő volt a színdarabjaink az elmúlt and években. And our plays that we had in the past years. Emlékszem arra a nagy koncertre. I remember that big concert. 92-ben, Lvivben. 92 in Lviv. Was it 92? Lviv. Was it 92, the winter? Yeah. 92-ben, Lvivben, Ukrajnában, az Operaházban, nagy evangelizációs koncert. In the Opera House, a great evangelistic concert. Aztán emlékszem a bibliaiskolai órákra, hogy csak így átformálódott az életem. Where my life was transformed. Egy óra alatt így minden in megváltozott. Class, everything changed. Isten tiszteletek, ahol and öröm volt, Szent Szellem vezetett minket. Joy and the Holy Spirit leading ahol az üzenet beszélt hozzám. Where the message spoke to me. És annyira hálás vagyok. And I'm just so thankful for what God had done with us. Amit csinált bennünk. And in us. És amit csinált rajtunk keresztül. And through us. Aztán gondolok helyekre. Then I think of places. A József Attila Gimnázium, a Teach Studio, a Gutenberg, helyek, ahol az Isten tiszteleteink voltak, meg a bibliaiskolánk. Places where we used to have our church services and our Bible school. Aztán a Pitneréknek az otthona, ahol a Biblia tanulmányt tartottuk. Pitner's home, where we had Bible studies. Mit tudom én, meg Baku, meg Ashgabat, meg Lima, meg Peruban, meg mindenféle helyek, ahol hatásunk van. All kinds of places where we have an influence. Annyira hálásak vagyunk azért, hogy hatásunk van. That we do have an impact as a church in this world. És ez egy csodálatos dolog erre gondolni. And that's an amazing thing to think of that. És mennyi Atyán kérünk. And Heavenly Father, we ask you to bless this couple of words, this couple of thoughts Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Van ez a vers, Izsaiás 51-ben. Isaiah 51. Akkor van egy ilyen gyülekezeti születésnap. When we have a church birthday like this. Egy évforduló, ha úgy tetszik. An anniversary, if you like. Akkor. Then. Akkor az ember, akkor jó dolog belegondolni. It's good to think of this. Hogy honnan jöttünk. Like where we came from. Isten mondja ezt. God tells us. Ezt Izraelnek, hogy hallgassatok rám, akik az igazságot követitek, akik az Urat keresitek. God is telling this to Israel. Hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the Lord. Tekintsetek a kősziklára, amelyből kivágattatok. Look unto the rock whence ye are hewn. És a kút nyílására, amelyből kiástak titeket. And to the hole of the pit whence ye are digged. Ez a gondolat. This thought, nézd vissza, hogy honnan jöttél. Look back at where you came from. Mert azt hiszem, because I believe, mindannyiunknak megvan ez a kérdésünk. We all have this question. Az életemnek, my life, milyen gyümölcse lesz? What fruit does my life have? Milyen gyümölcse lesz az életemnek? What fruit is my hova life megy going az életem? To have? Where is my life heading? És hogyan lehetne jó gyümölcse az and életemnek? How could my life have a good fruit? Ha választhatok, if I can make a ha választhatok, akkor nem szeretném. If I can choose, then hogy I don't az életemnek want valami mérgező gyümölcse legyen. My life to have some poisonous fruit. Nem szeretném, hogy valaki a következő nemzedékből. I don't want someone from the
coming generation. Azért álljon meg, azért legyen öngyilkos, mert látta az én életemet. Stop or commit suicide because they had seen my life. Hanem azt szeretném, ha az életem áldás lenne a számára. I want my life to be a blessing for him, előre menni, or her, ha utat to help them to go forward, to show them the way, to encourage them, to lead them to the Lord, to build their lives up. Nem pedig tönkretenni. And not to tear them down. Amen. Ez valami, amit szeretnénk. This is something we would like to have. De ahhoz, hogy ez megtörténjen. But in order for this to happen, az érdemes visszanéznem a kősziklára, amelyből kivágattam. At the rock where I came from. A gödörbe, amiből kiástak. Or the hole that I was dug out of. És ez a gondolat. And this thought. Ez fontos nekünk. Is important for us. Visszanézni. To look back. Egy vers, Máté 7-ben. One more verse in Matthew 7. Még azt 3-4 vers. Okay, 3-4 more verses Máté 7-ben. But Matthew 7. Ez a gyümölcsről beszél. This speaks about the fruit. Azt mondja, 15. vers. Verse 15 says, őrizkedjetek hamis prófétáktól, akik báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. A gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, avagy a bojtorjánról fügét? You shall know them by their fruit. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Mi a válasz? What's the answer for that? Ki volt ez? Ki Who volt ez? It? Nagy IQ. Köszönöm szépen, nagyon köszönjük. Hi, nem, IQ, egy valaki tudta azt. Nem a helyes knew the answer. The right answer is no. Minden jó fa jó gyümölcsöt terem. Even so, every good tree brings forth good fruit. A rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. But a corrupt tree brings forth evil fruit. Nem teremhet a jó fa rossz gyümölcsöt. A good tree cannot bring forth evil fruit. És a rossz fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Okay, ez a gondolat. Mi, te, én. Us, you and me. A mi hitünk. Our faith. Az, hogy ma az Úrral járunk. The fact that we are walking with the Lord today. Az valakinek a gyümölcse. Is somebody's fruit. Mi valakinek a gyümölcsei vagyunk. We are somebody else's fruit. Ugye, tulajdonképpen sok mindenki. Actually, many other people's fruit. Valószínűleg sok mindenki. Most probably Persze many other people's. Persze mondhatjuk, hogy Jézusnak a gyümölcse vagyunk nyilván. And of course, we could say, obviously, we are Jesus's fruit. Azok, akik befektettek az életünkbe, valószínűleg ők lennének az elsők, hogy ezt mondják. And those who invested into our lives would be the first ones to say this. De But ugyanakkor a hitbeli engedelmessége azoknak az embereknek. At the same time, those people's faith obedience. Az jelent nekünk valamit ma. Is meaningful for us today. Hogy Pastor Stevens engedelmes volt hitben. Pastor Stevens was obedient by faith. Or Pastor Scheller was obedient by faith. Or Ulla was obedient by faith. Or Pastor Tom Leroux was obedient by faith. Hogy Kaivi, meg Pirio, meg a többiek, hogy jöttek és szolgáltak felénk. Ministered to us. És kulcsfontos were obedient by the faith, and they were very important és in our lives. Hálásak vagyunk and nekik. We are really thankful to them. És azért, hogy hitben hoztak döntéseket. So that they made decisions by faith. Hogy hitben hoztak döntéseket. They made decisions by faith. És tudod, sok évi tapasztalatot adtak át nekünk. They handed over many, many years of experience azért, to us. Azért, mert eljöttek hitben. Because they came by faith. Sok egészséges tanácsot kaptam a Bibliaiskolában. And I received a lot of healthy advice in Bible azért, school. Azért, mert a tanáraim, because my teachers, Pastor Brian, like Pastor Brian, odaadták az idejüket they erre. Gave their time felvállalta for this. A felelősséget. They took on their responsibility. És a felesége and his wife lemondott róla még egy este. Just went one more night without him. És hagyta, hogy szolgáljon. And she allowed him to minister instead of hogy már pedig itthon segítesz a gyerekekkel ma is. You are going to help me at home with the kids today. Okay, itt a kérdés. And the question is, jó gyümölcsük lett-e? Do they have good fruit now? Igen. Yes. Az életünk megváltozott. Our lives are changed. Ezért vagyunk itt. This is the reason why we are here. Marriage is built up. Churches were planted. Tanultuk és tanuljuk a Bibliát. We learned and we are still learning the Bible. Jó gyümölcs. Good fruit. A jó fáról. From the good tree. Nagyon hálás vagyok Pastor Stevensért. I'm very thankful for Pastor Stevens. Habár személyesen sose voltunk közel. We were never close personally. De elképesztő ajándéka volt. But he had a tremendous gift.
kategórikusan összefoglaljon dolgokat. To categorically summarize things. A nagyon egészséges tanítása volt a Krisztus testéről és a bevégzett munkáról. Healthy teaching about the body of Christ and the finished work. Miért mondom ezt? Why am I saying this? Azért, mert van egy választásom. Because neked I have is, a choice. You also have it and I also have it. Ha mit tudom, felmegyek online. If I go online. Akkor biztos beírod ezt a négy betűt. Sure, if you type in those four letters. Akkor biztos találsz egy csomó szemetet then rólam. I'm sure you will find a lot of beírod a nevem, lehet, hogy rólam is nem if tudom, you nem néztem type in my name, sem. Maybe even about me, I haven't checked it out. De biztos, Pastor but Stevens, I'm sure Pastor something about Pastor Stevens, about Pastor Scherer, even about Pastor Brian. Ez az egyik választás. This is vagy, one choice, vagy, or. Vagy. Or vagy dönthetsz úgy, you can make a decision hogy megnézed a gyümölcsöt. To check out the fruit. Könnyű kritikussá válni, easy to become critical, to be suspicious and not trust. Én döntöm el. But I make the decision. Nyilván. Obviously. Abba egyetértenénk. We would agree. Hogy a gyümölcs az nem tökéletes. That the fruit is not perfect. Nem minden van rendben. Not everything's all right. De gyümölcs. But it's fruit. És hasznos. And it's useful. Ez az amit ez this a célunk igazán. Our goal actually. Hogy gyümölcsöt teremjen az életünk. That our life would bear fruit. És nem a mi gyümölcsünket. And not our hanem own Jézusnak fruit, a gyümölcsét. But the fruit of Jesus. Hey, figyelj, tudtad-e? Listen, did you know? Itt vagytok, ha are you fel with egy me? Kérdést. Let me ask you a question. Ha azt mondaná, ki vinnétek-e hátra megkövezni, ha azt mondanám nektek? Would you take me out to the back and stone me if I were to tell you? Jézus Krisztusnak nem volt tökéletes szolgálata. Jesus Christ did not have a perfect ministry. Pastor Borci kivinne is megkövezni. Pastor Borci would, but... De ő csak buliból is. But he would do it even just for the fun. De hogy, oké, azt mondod, Zsidók 4:15, Jézusban nem volt bűn. Igen, igazad van. Hebrews 4... 15. There was no sin in Jesus. You're right. Igazad van, annyira right. Tudom, ismered a Bibliát. You know your Bible. That's great. Én nem azt mondtam, hogy Jézus nem volt tökéletes. I didn't say Jesus wasn't perfect. Hanem a szolgálata. But his ministry. Miért nem volt tökéletes? And why? Why wasn't it perfect? Hát, mert ott volt benne Júdás. Because Judas was part of it. Ott volt Júdás a szolgálatában, nem? Judas was part of három his ministry. For three years, he was there in his ministry. Júdás benne volt a szolgálatában. Jesus was part of his ministry. Nem volt tökéletes a szolgálata. So his ministry wasn't perfect. Szerintem sokan vannak, akik ma azt mondanak. Many people today would say, hey, ha valami Istentől van, hey, if something is from God, akkor egy tolvaj, mint Júdás, then a thief like valaki, Judas, aki kihasznál másokat a saját javára, az nem lehet somebody benne. Who takes advantage of other people for his own benefit cannot be part of it. De benne volt. But he was. De benne he volt. Was part of it. Nem volt tökéletes. So it wasn't perfect. Úgy értem, az összes tanítvány elmenekült. I mean, all the disciples left him. They escaped. Mind ott hagyták. They all left him. Nem volt tökéletes. It wasn't perfect. Az apostoli gyűlölet. Nem volt the apostolic church wasn't perfect. Abcselődben. In Acts 5. Ott van Anániás és Szafira, hazudnak a Szent Ananias Szellemnek. Sapphira. They are lying against the Holy Spirit. És meghalnak azonnal. And right away they die. A zsidók és a pogányok összevesznek a gyülekezetben. And the Jews and the Gentiles, they argue in the church. Na, hogy ízlik a banán? How do you like it? Ez nem tetszik nekem annyira. Hey. I don't really like it so much. Ez nekem nem tetszik I annyira. I don't really like it that much. Van aki azt gondolja. There are people who think. Hát, ha Istentől van. If something's from God. Akkor ilyen ropogósan tisztának kell lenni it a has dolognak. To be really crisp and fresh. Tisztának kell lenni, teljesen. It should be clean, really clean. Tudod, hadd mondjam el. Let me tell you. Házasság. Marriage. Az nem egy ilyen nyikorgósan tiszta dolog. This extremely clean de Istentől thing, van. But it's from God. A gyerekszülés. Or giving birth to a child. Ez fájdalmas, úgy hallom, azt mondják. As I heard, it's painful. This is what they say. És sok probléma van körülötte. And then there are a lot of problems around it. De gyönyörű. But it's beautiful. De gyönyörű. It's beautiful. És figyelj, sokszor and azért imádkozunk. Many times the reason why we pray. Mert az élet nem tökéletes. Is that life is not perfect. Sokszor azért jövünk Istenhez. Many times we come to God. Mert elbuktam és nem vagyok tökéletes. Because I failed and I'm not perfect. Sokszor azért vállalkozunk egy szolgálatra. Many times we take on a ministry. Mert valami baj van és segíteni because kell. Because there is some trouble and
help is needed. Ez az, amiről beszélünk. This is what we are talking about. Hogy innen jövünk. This is where we come from. Hogy egy jó gyümölcs lett az életünkben. That a good fruit came into our lives, and you can be critical, you can be suspicious, vagy or lehet azt mondani, you can say, köszönöm, Uram, amit kaptunk, thank you, Lord, for what we have received. What Pastor Brian shared. Thank you, Lord, for what we have seen. Miért nem látunk többet? Why haven't we seen more? Why wasn't it more perfect? Miért nem volt abszolút olyan? Why wasn't it absolutely the way it was vagy supposed to be? Így? Or I can think like this. Köszönöm, Uram. Thank you, Lord. Ezt, amin van. For what I have. Köszönöm neked. Thank you. És mi kell ahhoz? And what does it take? Hogy ilyen gyümölcsöt teremjek. For me to bear Istennek this kind ezért, of fruit, and thank hogy God for that, példák, that there are examples emberek, before me, mentek, people hitben, who went before us in faith, őket, and we could see them, and we can even see them today. The testimonies we heard, biztos vagyok benne, ha megkérdezed sure Juditot vagy Anikót, if you were to ask Judit or Aniko, az életük biztos, hogy nem 100%-ig tökéletes. I'm sure their life is not 100% perfect, csak 99,9. Only 99.9%. De és mégis ez a bizonyság. Still, this is their testimony. Miért? Why? Azért, mert azt mondják, köszönöm, Uram, because they amit say, láttam. Thank you, Lord, for what I've seen. És miért abban éljem az életem, and why would I live my life, amivel problémám van, in those things where I have trouble, amit nem látok, where I'm struggling, ami miatt aggódom, things that I cannot see, things that I worry about, things where I'm unable to do, I'm incapable to Isten do. Arra hív minket, God is calling us as we are looking ahead to bear fruit. Here in Budapest, ebben a gyülekezetben, in this Magyarországon, church, here in Hungary, mindenféle városokban, in every city, Isten possible, arra hív minket, hogy gyümölcsöt God teremjön. Is calling us to bear fruit. A gyümölcstermés, and bearing fruit, az nem a képesség és az erő kérdése, is not a question of Istennel, ability and strength with God, hanem annak a kérdése, but it's a question of, hogy megmaradsz-e a szőlőtőben, you abiding in the vine. És hogyha Jézusban maradsz, aki a szőlőtő, and if you abide in Jesus, who is János the vine, 15, in John 15:4, ő azt mondja, maradj bennem. He says, abide in me. Ha megmaradsz ő benne, if you abide in him, akkor Jézus élete árad rajtad then át. The life of Jesus is flowing through you. És akkor Jézus gyümölcsét termed. And then you are bearing the fruit of Jesus. És akkor az a gyümölcs megmarad. And then that fruit shall remain. A kérdés nem az, hogy sok gyümölcsöm van-e. The question is not if I have a lot of fruit. Hanem az sense, az első kérdés, hogy az ő gyümölcsét termem-e. The first question is, do I bear his fruit? Ez csak úgy lehet. And it's only possible, ha választok. If I make a choice. Tudod, milyen, valaki volt, valaha dolgozott, valaki gyomlált valaha rajta? Have you ever weeded your garden before? Tudod, milyen a gyom, ugye? You know what weeds are like. Mit kell tenni, hogy gyom nőjön a kertedben? What do you need to do so that there will be weeds growing in your garden? You go out and then you are just throwing the seeds all over. Nem no, kell, nem you don't kell have to do that. A gyom csak úgy nő. Weeds just grow by themselves. And this is the way we are also. Ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen az életem. In order for our life to bear fruit. Ahhoz választanom kell. I have to make choices. Ha csak hagyom az életem menni, if I just let my life go the way it goes, akkor gyomok jönnek. Then weeds will come up. És ez az én döntésem. And this is my choice. Hogy hogyan járok, hogyan élek. The way I walk, the way élek, I live. Járok, whether I live by faith vagy and nem, walk by faith or not. Hogy mi az életem. What is my life? És nézhetek. And I can look az a jó, at egy Pastor Schellerre, vagy egy Pastor Schibellire, vagy Pastor Scheller, Pastor Schibelli, Pastor Stevens, or thank God. Pastor Brian velünk lesz, legalább Pastor egy pár hónapot Brian is lehet, hogy többet. Is going to spend at least igen, a few yeah, months with us, and maybe even more. Yeah, hallelujah. That's the way I think also. És mit jelent az? And what does that mean? Az, hogy nézhetjük. It means that az we can look at his life, and we can enjoy it, and we can learn of it. És erre van szükségünk. And this is what we need. De ezt választanom kell. But I have to choose csak this. Csak úgy magától, just by itself, by accident, egyszerűen menve a legkisebb ellenállás felé, nem fog megtörténni. Direction of the least resistance, it's not going to happen. Amikor itt vagyunk egy ilyen alkalmon, then we are here at a time like this, egy fontos kérdés, then an important question, mennyire engedem, how much do hogy a világnak I allow a szelleme leuraljon engem, the spirit of the world to overrule me, hogy vezessen engem, to lead me. Én döntöm el, I make the choice, hogy milyen gyümölcsöt teremjen az életem. What fruit my figyelj life should bear. Okay, fogd a mutatóujjat. You just take okay, your kérlek, finger. Ha van, megvan, mindenki. If you have it. Második. Okay, the second one okay from
the right. Okay. Ez az ember okay, so dönti that el. That person okay. is the one who makes magadra, the decision. Okay. Ez az ember dönti okay, el. Point at yourself. Hogy milyen gyümölcsöt terem az this életed. This is the person who makes okay. the decision about the fruit of your el. Life. It's you yourself de who ne, makes de nem the decision. Úgy. But not in a way. De nem úgy, hogy hú, de szeretnék ilyen gyümölcsöt oh, teremni. I would love to bear this kind of fruit. És álmodozom róla egy and kicsit. And I'm just daydreaming about minden it a bit. Minden vasárnap az istentiszteletet. Every Sunday during service. Hanem. But. A döntésekkel. With my decisions. Amiket meghozok. That I make. Figyelj, a listen, tanítványság. Discipleship. Az nem a bibliaiskola. Is not Bible school. A bibliaiskola része. Bible school is part of discipleship. De nem az egész. But it's not the whole. Okay, a misszió. Missions. Ez nem az a tanítványság. That's not discipleship. Missziók lehet, hogy része a tanítványságnak missions az életedben. Missions can be part of discipleship in your life. It can be. De a tanítványság. Discipleship. Az az, hogy többet akarok Krisztusból. Is that I want more of Christ. És döntéseket hozok and azért, I make hogy több decisions is legyen belőle. In order to have more of him. Ez az, amire szükségem this van. Is what I need. Egy édesanyának, egy kisgyerekkel. Young mom with a child. Lehet, hogy csak annyi, hogy eljössz a gyülibe. Maybe it's just that you come to church. És beszoktatod az oviba azért, hogy hallgathass az üzeneteket. And you help your child to get used to the nursery so that you could come in and listen to the messages. Lehet, hogy az, hogy felugrasz egy missziós útra, Paksra menet. Or maybe you just jump in for a mission hát, trip, as they are going to Paks. Maybe God has something in store for lehet, you. Lehet, hogy az, hogy fölébredsz maybe az éjszaka közepén. Maybe that you wake up in the middle of the night. És ahelyett, hogy a hűtőhöz mennél. And instead of going to the fridge. Előveszed a Bibliádat és olvasgatsz egy kicsit. You take out your Bible and you read it a bit. Lehet, hogy mit tudom én mi az. I don't know, it can be many things. De a lényeg ez. But the main point. Az életünknek lesz valamiféle gyümölcse. Our life will bear és mi választjuk fruit, meg azt a gyümölcsöt. And we choose that fruit. Az, hogy csak kívánom, hogy legyen egyfajta gyümölcse az életemnek, attól még nem az lesz a gyümölcse. Just by desiring to for my life to have a fruit, it's not gonna give it. De amikor Isten igéjét választom, when I choose the word of Isten God, akaratát választom, when I choose the will of Isten God, népét választom, when I choose the people of God, az én vágyaim fölött, over my desires and akkor az jelent valamit. That's meaningful. És az megváltoztatja a gyümölcs and it's minőségét. Going to change the quality of the fruit. Ez az, amiről beszélünk. This is what we are talking about. Looking back és élvezni azt, and enjoying azt, amit Isten adott nekünk. What God had given us. Hallottam most egy üzenetet. I heard a message. És Pastor Scheller idézett Pastor Stevenstől. Pastor Scheller quoted from Pastor Stevens. És annyira bátorított. And it encouraged me so much. Mert arra gondoltam. Because I thought. Hogy ez a különbség. That this is the difference. Hogy hagyhatom. I can allow. Hogy a világ szelleme benyeljen engem. The spirit of the world vagy, to. Vagy gondolkodhatok így. Swallow me, but I can also think this way. Azt mondta ez az idézet, hallgassátok this csak meg, és ezzel befejezzük. This is the quote, and listen to it, and we are going to finish. Pastor Stevensnek az egyik könyvéből való. It's from one of the booklets of Pastor Stevens. Az embernek fia azért jött el, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. The son of man came to seek and to save that which was lost. Nem azért jött el, hogy családot alapítson, habár beleszületett egy családba. He didn't come to have a family, although he was born into one. Nem azért jött el, hogy csatlakozzon egy helyi gyülekezet ez a kényelmi szempontokat figyelembe véve. He didn't come to join a local church for convenience. Nem azért jött el, hogy könyveket írjon vagy dalokat. He didn't come to write books or songs. Nem azért jött el, hogy megélhetést teremtsen magának. He didn't come to make a living. Nem azért jött el, hogy jótékonykodjon, hogy kormányokat cseréljen le, vagy hogy emberi filozófiát kommunikáljon. He didn't come for social welfare to change governments or communicate human philosophy. Az Úr Jézus Krisztus nem azért jött el, hogy az ő saját útját válassza. The Lord Jesus Christ didn't come to get his own way. Volt egy csodálatos családja. He had a beautiful family. És tanított arról, hogy az otthoni élet a házassággal és szeretettel az gyönyörű. And he certainly taught the importance of home life with marriage and love in the home. És habár ez nagyon fontos. And though that is very important. Ez alá van rendelve az elveszettek megnyerésének. It was subordinate to winning the lost. Ács volt. He was a carpenter. De a munkája is. But his occupation too. Alá volt vetve az elveszettek megnyerésére. Was subservient to winning the lost. Elment a helyi zsinagógákba. He went to the local synagogues. De csak azért, hogy megnyerje az elveszetteket azokban a zsinagógákban. But only that he might win the lost within those
synagogues. Jézus Krisztus megadta császárnak, ami a császáré. Jesus Christ rendered unto Caesar that which was Caesar's. De ez mellékes volt ahhoz képest, hogy megnyerte az elveszetteket. But that was insignificant compared to winning the lost. Mi történik az újjászületett keresztényekkel, ha bálványt csinálnak valamiből, amit Isten áldásul adott nekik? What happens to born-again Christians if they make an idol of something that was only intended to bless them? Leülnek, letelepednek, és a szívük nem egyezik Isten szívével. They settle down and settle in without being established in the Master's heartbeat. Gyakran gyors döntéseket hoznak a kényelem miatt, anélkül, hogy figyelembe vennék Isten akaratát. They often make quick decisions for the sake of convenience without consideration for the will of God. És figyelj, ez annyira jó, de Jézus Krisztus azért jött el, hogy megmentse az elveszetteket, hogy megkeresse és megmentse az elveszetteket. But Jesus Christ came to seek and to save that which was lost. Az ember fia ezért jött el. The Son of Man came for that reason. Elment, odament Fülöphöz és azt mondta, kövess engem. He will go to Philip and say, follow me. Odament Mátéhoz és azt mondta, kövess engem. He will go to Matthew and say, follow me. Csoda-e, hogy elment a vak Bartimeushoz, aki elfogadta őt megváltójaként és meggyógyult. Is it any wonder that he went to blind Bartimeus, who accepted him as his savior and was healed? Csoda-e, hogy a prostituált megtalálta őt Simonnak a házában és megbocsátást nyert. Is it any wonder the prostitute will found him in Simon's house and be forgiven? Az asszony, akinek vérfolyása volt, megkereste őt és meggyógyult. And the woman with the issue of blood will seek him and be healed. Mindig kereste és mindig megnyerte az elveszetteket. He was always seeking and saving the lost. Ez az, amiről beszélünk. This is what we are talking Figyelj, about. Hagyhatom, I can allow hogy ez a világ benyeljen, this world to és take ennek, me a, ennek a gondolkodása benyeljen, and this way of a félelemnek thinking, a szelleme, this, the spirit of fear, a tekintélyellenesség szelleme, az ön anti-authority, az önfejlesztésnek a szelleme, and, az én jogaimnak a hangoztatása, crying out my rights, de amikor Jézus után nyomulok, but when I'm pressing hard after Jesus, akkor tudod, akkor megvan ez az ígéretem. Then I have this promise. Ésaiás 46:4. Isaiah 46:4. Még öregkorodban is én vagyok az, aki megtartalak téged. Even at your old age, I am the one who keeps you. És akkor a gyümölcsünk. And then our fruit terem, will és be maradandó, there, and it will remain. Mert nem a mi gyümölcsünk, hanem az övé. Because a mi it's not our fruit, but it's His fruit in our lives. János 15:16. John 15:16. Amen. Amen. Let's just bow our heads and pray. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Father, we just thank you for this service. Atyánk, köszönjük neked ezt az istentiszteletet. For these words. Ezeket a szavakat. Lord, thank you, God, for the. Köszönjük Istenünk. An eternal purpose. Az örök célt. For this church. Ezt a gyülekezetet. For our lives. Az életünket. Thank you, God. Köszönjük Istenünk. We're so thankful for this church. Mire hálásak vagyunk ezért a gyülekezetért. Thankful that we know you. Hálásak vagyunk azért, hogy ismerünk téged. Thank you, God. Köszönjük neked. Thank you for your ministry of love towards us. Köszönjük a te szereteted, szolgálatát felénk. Thank you for the people you've put in our lives. Köszönjük az embereket, akiket az életünkbe helyeztél. We are the fruit. Mi vagyunk a gyümölcs. Lord, thank you, God. Köszönjük Istenünk. Thank you, Lord. Köszönjük Urunk. Parts of your work are not perfect. És a te munkád egyes részei nem tökéletesek. But you are perfect. De te tökéletes vagy. And you know what you're doing, God. És. You know what you're doing, God. És te tudod, hogy mit csinálsz, Istenünk. And you use men. És használod az embereket. To preach the gospel. Hogy hirdessék az evangéliumot. To reveal Christ. És hogy Krisztust leplezzék le. And we just want to invite you. És szeretnénk most hívni téged. Today, if you've never received Jesus Christ, amíg soha nem fogadtad el Jézus Krisztust, you heard this message, hallottad már ezt az üzenetet, the Holy Spirit speaking, és a Szent Szellem szól, and you would like to receive Christ as your Savior today. Szeretnéd elfogadni Krisztust megváltódnak ma. He loves you. Ő szeret téged. He died for you. Meghalt érted. He paid for all of your sins. Megfizetett minden bűnödért.
He wants to receive you as his own. Sajátjába akar fogadni. John 1:12 says to those that receive the Lord Jesus, he gives them the right to be the children of God. János 1:12 azt mondja, hogy mindazok, akik elfogadták az Úr Jézust, nekik megadja a hatalmat arra, hogy Isten fiaivá legyenek. It doesn't matter what you've done. Nem számít, hogy mit tettél. Who you are. Ki vagy. Your religion. Nem számít a vallásod. How bad or good you are. Mennyire jó vagy rossz vagy. He will accept you. Ő elfogad téged. If you'd like to put your faith in Jesus Christ. Hogyha szeretnéd a hitedet Jézus Krisztusba vetni. Just invite you to do that right now. Akkor csak hívlak, hogy tedd ezt meg most. Raise your hand by faith. Hitben emeld fel a kezed. You want to receive Jesus Christ as your Savior. Szeretnéd elfogadni Jézus Krisztus megváltódnak. If you're watching on the internet. Hogyha az interneten figyelsz. We invite you to do the same thing. Akkor ugyanerre hívunk. You can send us an email, let us know that you've received Christ as your Savior. Küldj nekünk egy e-mailt, és tudasd velünk, hogy elfogadtad Krisztus megváltódnak, hogy együtt örvendezhessünk veled. Is there anyone here tonight? Van-e még itt valaki ma este? Like to put your faith in Jesus Christ. Szeretnéd a hitedet Jézusba vetni? Okay, Father, thank you for this service. Atya, köszönjük neked ezt az Isten tiszteletet. Thank you for this birthday celebration. Köszönjük ezt a születésnapi ünnepséget. Thank you that you love us so much, you give us a church. Köszönjük, hogy annyira szerettél minket, hogy adtál nekünk egy gyülekezetet. We can grow as disciples. Ahol növekedhetünk tanítványaitként. Thank you, Lord. Köszönjük, Urunk. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen.